most nem azért, de a cigányoktól is sötétebb bőrű. Hát az, igen. Hú, hát az, az a mély sötét. Lehet hallani a beszédükről bent, tehát rengetegen járnak ide a szomszédból. Közérzeti a vitó bevásárlása? Magyar Önvédelmi Mozgalom tagjaival? Hát most én is elhoztam az unokámat ide, hogy nagyon jó kis játszótér van a Homokbányánál, és ott is hallottam, nem tudom, mert én nem értem a nyelveket, valami nem magyar nyelvezetű beszélgetés, ott volt a gyerekét, hozta le a játszótérre. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Mi Hazánk munkaügyi kabinetjének legújabb videójában, és alig, hanem már kitalálták, hogy miért vagyunk itt, miért jelentkezünk be. Ezúttal Kecskemétre látogattunk, szülővárosomba, és sajnos megint a vendégmunkások problémájával kell foglalkoznunk, ugyanis ez a város sem kivétel ez alól. Egyre több a vendégmunkás, ennek próbálunk most itt utána járni, és ugye friss hír az elmúlt napokban a Gazdaságkutató Intézet tette közzé, statisztikákkal alátámasztva, hogy nem igaz az, amit Orbán Viktor mondott, hogy 500 ezer vendégmunkásra van szükség. Erre semmit nem reagált a miniszterelnök, és úgy tűnik, hogy folytatják továbbra is a migránsok betelepítését, mert gyakorlatilag erről van szó. Itt Kecskeméten is tapasztalhatják már a helyiek, úgyhogy még egyszer mondom, ennek próbálunk most itt a helyszínen utána járni. Itt van mellettem Faragó Dániel, a Mi Hazánk Bács-Kiskun vármegyei szóvivője. Téged kérdezlek, hogy akkor mit tapasztaltok itt Kecskeméten vendégmunkás ügyben? Nem most kezdődött a probléma. Nemrégen Gál József, a város alpolgármestere azt nyilatkozta, hogy Kecskemét az álláskeresők paradicsoma. Erről azért majd meg fogunk kérdezni egy-két járókért, hogy mennyire gondolják az álláskeresők paradicsomának. Egyébként abban a tekintetben igaza lehet, hogy ahogy az elején is mondtuk, számos vendégmunkás fészkelte be magát a városba, és ez az a Homokbánya rész, a Homokbánya kollégium körüli rész, ami kifejezetten érintett. Ebben egyébként több épületet is felhúztak a nehez közeli vállalkozók. Ez is érdekes a háttértörténet, ugyanis a Horvát Építő ZRT, a HÉP, talán a kecskemétieknek ezt nem kell bemutatni. Ők azok, akik élen járnak ebben a kivitelezésben is, ahol éppen most járunk. Ők 2018-ban kaptak arra egy megbízást, hogy a következő 10 esztendőben üzemeltetni fogják a vendégmunkások vagy távmunkások befogadására alkalmas épületet, nagyon korszerű szobákkal a leírás szerint. Érdekesség, hogy a baon.hu, a Mészáros Lőrinchez közel álló megyei sajtó nem nagyon használja a munkásszálló szót, helyette mechanikus épületet mond, környezetbarát, épületegyüttest és mindenféle trükkös elnevezéseken illeti, de hát ugye, ami úgy jár, mint egy kacsa, és hápog, az azért az... Hát ugye, ahogyan nagyban is ugye azt mondják, hogy megvédik Magyarországot a migrációtól, ezzel szemben azt látjuk, hogy most már lassan több százezrével szervezik a migráns munkásokat, vendégmunkásokat Magyarországra. Úgy látszik, hogy itt helyben is, még ilyen kis szinten is, hogy hogyan nevezik az egyébként mellettünk lévő munkásszállót. Kiütközik tehát ez a tipikus fideszes kommunikációs trükk, de én azt gondolom, hogy ez már egyre kevésbé lesz tartható. Egyre kevésbé tartható, és hát ez ugye meg is érkeztünk itt a Vályogvető utca 50 per annál vagyunk. Homokbányai hát dolgozói apartmannál vagyunk, tehát ez egy dolgozói apartman, még véletlenül sem munkásszálló, és hát azért komoly közbiztonsági kérdéseket is fölvet. Nem. Szerintem nézzük meg. Nézzük meg, próbálkozzunk, hát ha bejutunk. No, itt egy telefonszámot látunk, ami nyilvános. Felhívjuk és érdeklődünk akkor. Jó napot kívánok, hogy Faragó Dániel vagyok, és itt vagyunk éppen a Homokbányai dolgozói apartmannál, és egy videót készítünk, és ezzel kapcsolatban érdeklődnék, hogy lehet-e arról valamit tudni, hogy most hány vendégmunkás lakik itt ebben az épületben, milyen juttatásokat kapnak, milyen rendszer szerint vannak elszállásolva. Ezzel kapcsolatban én nem tudok semmit nyilatkozni, de az az igazság, hogy most akkor nem tudom ezzel kapcsolatban mondani. Egy központi vonal vagyunk,
központi telefonos vonal. Nagyon jó kérdés tett fel. Az az igazság, hogy nem tudok mondani semmit ezzel kapcsolatban, hogy ki tudna. És akkor itt milyen minőségben vagy, mert itt csak az van, hogy, tehát itt volt ez a telefonszám, hogy a szálláshely címe, meg egy központi vonalat hívtam, akkor ezek szerint ez a Mercedesnek valamilyen munkaerő közvetítő vonala lehet? Nem, ez a Mercedesnek egy központi hiba bejelentő vonala. Hiba bejelentő vonal? Aha. Igen, egy állapot hiba bejelentő vonala. Magyarországon dolgozó vendégmunkásokkal kapcsolatban is úgy értesültünk, hogy itt ez egy olyan épület, ahol vendégmunkások vannak elszállásolva. Ezzel kapcsolatban szeretnénk érdeklődni, hogy mit lehet róluk tudni, hogy hányan vannak, milyen támogatást kapnak esetleg a lakhatáshoz, hogyha ebbe tud erre segíteni. Ez akkor... minden üzemeltető, hogy nem vagyok feljogosítva, hogy erre adjak választ. Egyébként pedig a Mercél meg az önkormányzat tud ebbe segíteni önöknek. Tehát az önkormányzat tulajdonában lévő a Mercének épült munkásszállóról van szó, vagy apartmanszállóról van szó, ahol ezt ezeket az információkat meg tudják adni önöknek. Itt állunk egy újabb épület előtt. Dani, mi ez az épület, mit tudsz róla? 4x72 fő befogadására alkalmas épület. 1,1 milliárd forintos állami támogatást kapott ennek az épületnek az elkészülése. A pályázatot, amikor a Kecskeméti közgyűlés erre kiírta, akkor még a későbbi győztes Qualitas Hungary Kft. Nem is alakult meg, még a jogelődje volt az úgynevezett beszédes Work and Stay Kft., ami tönkrement abban a pillanatban, amikor a pályázat aktuálissá vált. Fölépítették ezt 1,1 milliárd forintból. Egyébként a koronavírus kellős közepén, ahelyett, hogy például azokat a pandémia miatt bezárt kecskeméti helyi vállalkozásokat támogatták volna, akár ezzel az összeggel, akár nagyobb összeggel, akik annak idején az értelmetlen, túlzó és részrehajló lezárások miatt kénytelenek voltak bezárni a kapukat. De hát migránszállóra jutott pénz, a leírás szerint klimatizált szobák vannak, 40 évig ez itt fog maradni, azt írták, hogy 40 évre tervezték, 40 évig ez itt időtálló, nagyon szép idilli környezetben, mindenféle növényekkel, új bútorokkal. Beszédes, hogy a mögöttünk látható Katica bölcsöde 357 millió forintos támogatásra tudott megépülni. Hát ehhez képest 1,1 milliárd forintot kapott a vendégmunkásoknak a szállója, akik több ezer kilométerről ideérkezve dolgoznak Kecskeméten. És mindehhez jön hozzá, hogy itt a környéken van a Neumann János Egyetemnek a kollégiuma is, ahol szintén rengeteg vendégmunkás, vendéghallgató, vendégtanuló tölti a mindennapjait, ami önmagában nem jelentene problémát, nem jelentene közbiztonsági kockázatot, bár a Neumann János Egyetem Facebook oldalán most már azzal büszkélkednek, hogy kameruni hallgatók tanulnak a híres város szívében. Abban a szempontból elgondolkoztató ez, hogy a felsőoktatásban a Stipendium Hungaricum programon keresztül a kormány végeláthatatlan összegeket ölt, közben pedig a közoktatásból ordító összegek hiányoznak, a tanárok bélemelésére kellene fordítani ezt a Mi Hazánk szerint. Ráadásul ezek az emberek, akik idejönnek, természetesen nem ugyanolyan munkabérért dolgoznak, mint a magyarok, ezáltal lenyomják a béreket, a bérversenyben negatív hátrány éri a magyar munkavállalókat, de talán erről János tud többet. Így van, de azt viszont hozzáfűzném, hogy a vendégmunkások, akik nem mind diákok tanulnak itt, ott már azért felvethető a biztonsági kockázat, és meg lehetne kérdezni egy-két szülőt, hogy mennyire örül neki, hogy például a gyermekeik egy olyan bölcsödébe járnak, ahol a közvetlen környezetükben olyanok vannak, tartózkodnak, akik egészen más kulturális közegből érkeztek, ahol egészen más szokások honosak, tehát azért ezt a lehetőséget se vessük el sajnos, hogy van egy ilyen közbiztonsági kockázata, amit pedig mondtál, az abszolút így van sajnos, hogy letörik az egyébként amúgy sem magas magyar béreket, tehát jelen pillanatban Bulgáriát előzzük meg átlagbérek tekintetében az Európai Unióban. Na most föltenni az ember a kérdés, hogy van-e hova még ezeket lenyomni, de a kormány úgy gondolja, hogy még lehet ezen csökkenteni.
nyilvánvalóan ez egy teljesen nemzetellenes folyamat, és a magyar dolgozó érdekei ellen hat, és ez ellen próbálunk mi minden lehetséges eszközzel küzdeni. És a fontos a végére, hogy a Mi Hazánk szerint a nagy különbség, azt azért mondhatjuk, hogy nem a 100 meg az 1000 vendégmunkás között van, hanem a nulla és az egy között van a fontos kritérium. Igen. Kecskeméten vajon mennyi lehet? 100-as nagyságrendekben lehet már azért? Több. Most akkor vetünk, tehát én ott lakok a közelben, ahol ez a képzési központ, nem tudom mi a neve. Hát én nap mint nap látom ezeket a pakisztániakat, indiaiakat, akik jogosítvány szerzés céljából járnak oda a tanfolyamra. Plusz a dizsáki utat csinálták, vagy másféle csinálgatták, ott a melósok is nagy része, vagy egy része, akkor nem mondom, hogy a nagy része, az is már ilyen pakisztáni, indiai, de én még románt is láttam, vagy hallottam. Jó, én már nem vagyok fiatal, de hát nekem is van egy 18 éves lány, szép lány unokám, hát egyre inkább féltem. De teljesen más kultúrkörnyezetből érkeznek, ahol egészen más szokások más, vannak, más az, ami jönnek, belefér. Életerős férfiak, igen. Nem hozzák az asszonyokat, aztán ki tudja. Hallunk már, sok mindent hallottunk, igen. És sajnos igaz. Itt állunk egy autós iskola képzőközpontja mellett, amiről már hallhattunk itt kecskeméti lakosoktól, és valóban látjuk, hogy itt több tucatjával jönnek, mennek az indiai vagy pakisztáni vendégmunkások, akik itt szerzik meg vélhetően könnyített módon a jogosítványukat, hogy aztán itt helyezkedjenek el, és szorítsák ki a magyarokat erről a munkaerőpiacról is. Külön kérdést megér, és majd a gyakorlatban látni fogjuk, hogy lesznek ebből fennakadások, ugyanis azért köztudott, hogy az indiai kressz kultúra és az európai közlekedés, a kecskeméti közlekedés nem biztos, hogy kompatibilis egymással. Pláne most, de hát ez egy másik téma, ezt nem akarom belekeverni, de hónapok óta csúszik. Igen, jó, igen, napot, jó kívánok. Napot kívánok! Éppen videót készítünk a vendégmunkások. Igen. Közterületen igen, igen. Vagyunk. Igen, tehát én vagyok erre... az N, ő pedig a Gedély. Így vagyunk ketten. Hogy de milyen engedély? Ez egy kívánom. Közterület, nem mentünk jó, be, tehát ehhez nem kell engedély. Jó, tehát kívánom. Ezzel lendüljünk. Mert az iskola előtt készítik, és ez egy nem közterület. De ez egy közterület, ez egy járda, hiszen az emberek jönnek, mennek, de ez közterület. Közterület. Ha kérdésük van, akkor szívesen válaszolunk, de engedély szerintem nincs erre. Inkább a magyar embereket kellene támogatni, lakáshoz jutásra, nem pedig őket.